Jó estét kívánok, ez a Kecskeméti Televízió esti hírműsora 19 órakor a híres hírek elején elmondjuk a legfontosabb témákat egy-egy mondatban. Egyelőre 10 kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba. Árokba csapódott a személyautó, a sofőr a helyszínen az életét veszítette. Ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a Kecskeméti Repülőkórház 65 évéről. Egyelőre 10 jelöltet vett nyilvántartásba Kecskeméten a választási bizottság, ketten pedig már biztosan nem lesznek ott a jelöltek listáján. A testület adásunkkal egy időben ülésezik, és személyek, valamint pártok ügyében hoz döntéseket. A választás.hu oldal adatai szerint Kecskemét két országgyűlési egyéni választókerületében jelenleg összesen 10 számítanak hivatalosan is jelöltnek. Bodrozsán Alexandra a Momentum, Iváncsó Anikó az Origó párt, Király József az MSZP párbeszéd, Lejer Zoltán a Jobbik, Radics Tivadar szintén a Jobbik, dr. Salac László a Fidesz-KDNP, Szőkéné Koppingrita a DK, dr. Tóth Szilárd és Vágó Gábor az LMP színeiben, dr. Zombor Gábor pedig a Fidesz-KDNP képviseletében már biztosan rajta lesz majd a szavazólapokon. További 5 jelölő szervezet képviselőinek nyilvántartásba vétele még nem jogerős, 26-an pedig még nyilvántartásba vételre várnak. 7 jelölt nyilvántartásba vételét elutasították az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok, ám ezek a határozatok még nem jogerősek. Két esetben viszont már jogerőre emelkedtek a korábban hozott döntések, ezek alapján Duka Károly Armand a Szegények pártja, valamint Horváth Ramona az Elégedetlenek pártja képviseletében már biztosan nem lesz rajta a szavazólapokon. Halálos baleset történt az M5-ös autópálya 61-es kilométerénél Lajos Mizse határában csütörtökön éjjel 3:40 körül. Egy személyautó az útmenti árokba csapódott, sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Szeged felé tartott a BMW, amikor a vezetője valószínűleg elaludt és letért a sztrádáról. A baleset során több fát kidöntött, a vadhálót átszakította, majd a vízelvezető árokba csapódott. A gépkocsit vezető szerb férfi biztonsági öve nem volt bekapcsolva, így ő kirepült az autóból, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az autó a zajvédő fal mögé sodorodott, melynek műszaki mentését a helyszínre érkező Dabasi és Lajosmizsei tűzoltók végezték. Ünnepélyes állománygyűlést tartottak ma a Honvéd kórházban. A Kecskeméti Repülőkórház fennállásának 65. évfordulója alkalmából jubileumi elismeréseket is átadtak. Az eseményre meglepetés előadással készült a Honvéd férfi kar. A Honvéd férfikar meglepetés előadással tisztelgette a Honvéd kórház fennállásának 65. évfordulóján ma délelőtt. A jeles alkalomból összehívták a Magyar Honvédség ünnepélyes állománygyűlését a repülőorvosi alkalmasságvizsgáló és gyógyító intézetbe. A rendezvényen beszédet mondott dr. Lengyel Attila ezredes, az intézet vezetője, és Kunszabó István vezérőrnagy. 6,5 évtizednyi múlt egy ember életében is rendkívül tiszteletre méltó, egy szervezet életében pedig különösen jelentős. Az a csemete, amelyet az 50-es években elültettek, mára tekintélyes fává nőtte ki magát, egyedülálló értéket képviselve nem csak Kecskemét városa és Bács-Kiskun megye, de az egész ország számára. Az ünnepélyes gyűlésen kihirdették a jubileumi határozatokat, és átadták az elismeréseket az állomány jelenlegi és nyugalmazott tagjainak. Ahogyan hallottuk, komoly és felelősségteljes munka folyt és folyik napjainkban is az itt álló épületek falai között. A magas színvonalú gyógyító és betegellátó tevékenységnek nem csupán a katonák, de a helyi lakosok is haszonélvezik. A repülőorvosi alkalmasságvizsgáló és gyógyító intézet, röviden RAVGYI története 1953-ban kezdődött. A mai intézet a Honvéd Kórház és a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet összevonásával jött létre. Akkreditált repülőorvosi központként valamennyi polgári és katonai repülőorvosi vizsgálatot itt végeznek, és itt zajlik az orvosi engedélyek kiadása is.
a lakosság részére pedig nívós, járóbeteg és egynapos sebészeti ellátást biztosít. A március 15-e miatti munkanap áthelyezések okán már holnaptól változik a buszok és vonatok menetrendje. A közelgő hosszú hétvége miatt holnap, azaz március 10-én szombaton munkanap lesz, ezért a hétköznapoknak megfelelően járnak majd a buszok és vonatok. Az ünnepen, vagyis március 15-én munkaszüneti napnak megfelelő lesz majd a tömegközlekedés. A buszok közül azonban itt Kecskeméten a 29, a 91E és 95E jelzésű éjszakai járatok nem üzemelnek. Március 16-án és 17-én pénteken és szombaton pedig csak itt a megyeszékhelyen munkaszüneti napnak megfelelő menetrend lesz érvényben. A megváltozott közlekedési rend részletei a híres.hu oldalon is olvashatók. Idén még több támogatást kapnak majd a nyugdíjas klubok. A Városi Cédrusnet program és az önkormányzat támogatásai segít abban, hogy egy sikeres 2017-et követően idén még komolyabb célokat tűzhessen ki a nyugdíjasok klubjainak megyei jogú városi szövetsége. Vidám nóták, Kodály Zoltán művei, és még az örömóda is felcsendült ma a kecskeméti városháza dísztermében. Az idén 130 éves Kodály Zoltán vegyes kar énekesei a nyugdíjasok klubjainak megyei jogú városi szövetségének idei első küldött gyűlésén énekeltek. Nagyon szívesen emlékszünk azokra a neves emberekre is, akik ezt a kórus segítették végig. Simon István, a kórus elnöke, mondott köszönetet a küldött gyűlésnek, miután átvehette az énekeseknek szánt születésnapi ajándékot. Ezt követően elérkezett a beszámolók ideje. 2017 sikeres volt a nyugdíjas klubokat összefogó városi szervezet számára. Követtük elődeinknek azokat a programjait, amik már jól beváltak a klubok életébe, a klubok munkájában. Az egy iskola, egy klub mozgalom keretében generációk közötti találkozót tudjuk megvalósítani, versmondó versenyt rendezünk, biblia ismereti vetélkedőt tartunk. A kecskeméti nyugdíjasok klubjainak megyei jogú városi szövetsége céljait a városi klubokon keresztül éri el. Ezért is fontos, hogy azok működését minél szélesebb eszköztárral támogathassák, hiszen a város lakosságának közel 30%-a szépkorú. A klubok a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában is jelentős szerepet vállalnak, a Városi Cédrusnet programon keresztül pedig idén még több rendezvény valósulhat meg. Mindezen támogatás mellett a képviselők városrészenként is komoly összeggel támogatják a nyugdíjas klubok működését. A szórakozás mellett azonban a hétköznapok minősége is fontos. Nagyon fontos dolog, ugye, hogy idősödünk, egészségünk romlik, folytatnánk azokat a sportrendezvényeket, amik eddig is beváltak, a séta az egészségügyért, a mozdulj. A sport mellett komoly segítség a megyeszékhelyen élő nyugdíjasok számára a város által nyújtott szolgáltatások köre. Az utazási és sportkedvezményeken túl a mai napon külön kiemelték az idős gondozó hálózat működését, melynek minőségiért a nyugdíjas klubok közösen is köszönetet mondtak a városnak. Hétfőn Kecskemét 19 pontján számíthatnak a fogyasztók áramszünetekre reggel 8 órától délután 4 óráig. A Nemzeti Közművek tájékoztatása szerint azért van szükség az áramszünetekre, mert a transzformátor állomásokból elfolyt az olaj, és ezt a biztonságos szolgáltatás fenntartása érdekében mi hamarabb pótolni kell. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogyha március 12-én 16 óra után sincs áram otthonaikban, illetve a kérdéseik vannak a szolgáltatás szüneteltetésével kapcsolatban, akkor hívják az e-vonalat a 0662 565 600-as telefonszámon. A hétfői áramszünetben érintett utcák nevei a híres.hu oldalon olvashatók. Kötetbe rendezték Radnóti Miklós levelezését Bíró Balogh Tamás, különben Magyar költő vagyok című könyvében majdnem 5000 levél található, amit 15 év alatt gyűjtött össze. A könyv első részét ma mutatták be Kecskeméten. Kettős személyes kötődésem van Radnótihoz. Az egyik az az, hogy én gyomai születésű vagyok.
A Gyomai Kner nyomdában adták ki Radnóti Miklós legszebb könyvét, a Meredek út című kötetet. Most róla született meg egy könyv, amely olyan kulisszatitkokba enged betekintést Bíró Balogh Tamás író segítségével, amelyeket még az sem ismerhet, aki Radnóti összes művét olvasta. A Különben magyar költő vagyok című kötetet a szegedi irodalomtörténész állította sorrendbe. A kutató összesen 467 küldeményt gyűjtött össze. Minden tételhez leírás és jegyzetapparátus fűződik, hogy az olvasók megtudhassák, miként kell értelmezni a sorokat. Radnóti Miklós nemzeti klasszikusainknak az egyike, és mint ilyen teljes joggal tarthat igényt arra, hogy minél többet tudjunk róla. A levelezés az egy olyan dokumentum, a levél, az írói levél egy olyan dokumentum, ami olyan információkat tartalmaz, mint semmilyen más forrás. És mivel ezek most jelennek meg először, gyakorlatilag csak új információkkal találkozhat az olvasó. Minden írónak, költőnek a levelezése is nagyon fontos, mivel így lehet megismerni a magánéletét, illetve az akkori irodalom történetet. Ugyanakkor szerepelnek a kötetben fizetési felszólítások, de fellelhetőek olyan írományok is, melyeket egy-egy bukás után írt egyetemi tanárának, hogy engedje pótvizsgázni. Pál Kovács Sándor, a Forrás folyóirat szerkesztője stábunknak elmondta, a kedvence Radnóti Miklós Komlós Aladárnak írt 1942-es levele, mert az egy emblematikus levél. Abban nem csak a költői, hanem a magyar költői identitását is megfogalmazza. A költőnek az ember arcát látjuk, tehát hogy amit már említettem, a kapcsolattartását az irodalmi élet különböző szereplőivel, folyóirat szerkesztőkkel, kollégákkal, magánjellegű levelek is helyet kaptak benne, és így tovább, tehát hogy talán Radnóti egy kicsit lemászik a piedesztáról ezáltal, de ugyanakkor pedig megtartja, hogy ezt a fontos, betölti ugyanúgy ezt a fontos költői szerepet, amit elfoglal joggal a magyar irodalomban. Ez a kötet egy kuriózum, mivel eddig még senki nem gyűjtötte össze Radnóti Miklós levelezéseit. Pál Kovács Sándor úgy fogalmazott, az egész könyv egy kincses bánya. A témával bővebben is foglalkozunk hamarosan a Múzsa című magazinunkban. Egy hagyományos vásári kesztyűs játék premierje lesz vasárnap délután a Ciro Kabáb Színházban. A Max és Móricz című darab két vásott fiú csínykavalkágyát mutatja be sok-sok humorral. Az előadás rendezője Schneider Jankó, a két rossz csontot Jankovics Péter és Fülöp József kelti életre. A zeneszerző pedig Szabó Balázs, a Ciroka egykori társulati tagja. Kirobbanó ötletünket együttműködve hajtjuk végre. Hetsz! Hetsz! A robbanás hangjára a békés feleségek kilóholnak. Mi a békségbe belóholunk. Megszerezzük a pereceket. Ő Max és Móricz, a Ciroka legújabb produkciójának főszereplője. A két rossz csont egy vásári kesztyűs játékban kell életre, hogy csínytevéseikkel szórakoztassa a közönséget. A rendező Schneider Jankó a világ első képregényét Wilhelm Busch azonos című történethűzlévét dolgozta át bábszínpadra. Az 1840-ben megjelent szatirikus tanmese főszereplője két elvetemű gyerek, akik az állatkínzástól, sőt az ember felrobbantásától sem riadnak vissza. Ezen a történeten sokat enyhítettek, így a Ciroka, Maxa és Móricza kedves figura. Végig a hasuk vezérli őket, minden rosszaságot azért követnek el, hogy perecet szerezzenek a péktől. A végén azonban szembesülnek csíntevései következményeivel, és rájönnek arra, hogy túllőttek a célon. Az egész darab egy nagy csínkavalkád. Az alkotók számára nem a tanító célzat, hanem a szórakoztatás volt a fontos. Abban bíznak, hogy a gyerekek az önfelett mókázás részévé válnak, de a felnőttek számára is tartogatnak poénokat. A rendező és a két főszereplő 10 évvel ezelőtt a Pécsi Bóbita Bábszínházban már dolgozott együtt, a közös munkában az egykori cirókás Szabó Balázs is részt vett. Ezért Schneider Jankó őt is megkereste, Balázs pedig örömmel vállalta el, hogy megírja a csíntevésekhez illő zenét. A bábokat és a díszletet Grossmit Erik tervezte. Az előadást vasárnap délután mutatják be a Ciroka nagy termében, és elsősorban az óvodás közönség számára ajánlják. Meseváros címmel új közös projektet indít a Katona József Színház és a Kecskeméti és környékbeli köznevelési intézmények. A projektet ma mutatták be a színház nézőtéri büféjében.
A Meseváros elnevezésű programsorozat az 5 és 14 év közti gyerekeknek szól, célja, hogy a meséken keresztül vonják be a gyerekeket a színház világába. A projekt keretében a Katona József Színház az együttműködő óvodákkal és iskolákkal együtt szakköröket, kulturális órákat, témanapokat, táborokat, vetélkedőket és tehetséggondozó foglalkozásokat szervez a gyermekek életkorához illeszkedő mesék feldolgozásával. Cseke Péter színházigazgató elmondta, mindig próbálnak a fiatalabb korosztályok felé nyitni, ezért is örül a Meseváros projektnek, mert ezzel is erősíthetik a kapcsolatot a gyerekekkel. Olyan ismert történeteket dolgoznak majd fel a kicsikkel a teátrum munkatársai, mint például a Hamupipőke, az Égigérő passzúj vagy a Rendíthetetlen ólomkatona. Leskó Katalin projektmenedzser kiemelte, fontos, hogy élményszerűen mutassák be a meséket a gyerekeknek. A projekt szakmai megvalósítását Récei Tamás ismertette a pénteki projektnyitó rendezvényen. És végül sport női kézilabdásaink hazai pályán játszanak a hétvégén. A megye 2-es osztályban szereplő labdarúgó csapataink, valamint férfi kosárlabdázóink ellenben idegenben lépnek pályára. Sportajánlónk következik. A Huvó Akker Kecskeméti NKS legutóbb a Fehérvár csapata ellen játszott, akiktől 12 góllal kaptak ki. Izgalmas mérkőzésre számíthatnak szombaton a Messzi István sportcsarnokba látogatók, ugyanis a 11 pontjával a tabella 10. helyén álló Budaörsöt fogadják az NB1-es 16. fordulóban. Csapatunk továbbra is a 12. helyen áll 5 ponttal, a meccsen 17 órától szurkolhatunk csapatunknak. A KTL Duna Aszfalt szerdán 73-68-as vereséget szenvedett a Jászberénytől a hazai pályán. A JKS ezzel megszerezte első idegenbeli győzelmét. A Kecskemét legközelebb szombaton játszik a férfi kosárlabda NB1 22. fordulójában. Ellenfele a MAF csapata, akik ellen idegenben lépnek pályára, a mérkőzés 18 órakor lesz. A Hépröpken sem múlt héten megkezdte a bajnokságban a rejátszást. Az első mérkőzést az Érd ellen játszották a lányok, akik az utolsó szedben alaposan megizzadtak, de 3-0-es szettarányban győztek végül. A női röplabda NB2 rájátszásának második mérkőzésén a Szeged csapatát fogadják az Árpádvárosi tornacsarnokban. Kása Robert csapata a tabella első helyéről várhatja a találkozót. A meccs vasárnap 18 órakor kezdődik. A megye 2-es bajnokság múlt héten a rossz időjárás miatt elmaradt. Hétvégén viszont már pályára lépnek az osztályban szereplő csapataink. A férfi labdarúgó megye 2-es bajnokság keleti csoportjának 18. fordulójában mindkét csapatunk idegenben lép pályára. A KLC-KTE-SI számára ez lesz a tavaszi szezon első mérkőzése. Ők vasárnap 14:30-kor a Jakabszálás ellen játszanak idegenben. Az SC Hírőszép ezzel egy időpontban pedig a Szabadszállás vendégeként szerepel. Ezek voltak a hírös hírek. Pénteken mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Kecskemét két országgyűlési egyéni választókerületében jelenleg összesen 10 számítanak hivatalosan jelöltnek. A választási bizottság adásunkkal egy időben ülésezik a továbbiakról. Árokba csapódott egy Szeged felé tartó BMW csütörtökön éjjel. A gépkocsit vezető szerb származású férfi kirepült az autóból, és a helyszínen az életét veszítette. Ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a Kecskeméti Repülőkórház fennállásának 65. évfordulójáról. Az eseményen jubileumi elismeréseket is átadtak. Sikeres 2017-es évet zártak városunk nyugdíjas klubjai. A Cédrusnet programnak és a képviselők városrészenkénti támogatásának köszönhetően az idei év is legalább annyira ígéretes, mint a tavalyi. A hírös híreket látták, azonnal folytatjuk a hírórát a kiemelővel, amelyben ma szó lesz a mai Nőnek lenni jó konferenciáról. Itt lesz dr. Schmidt Gábor, a Bács-Kiskun megyei főügyészség sajtószóvivője, vele a tegnapi évértékelőről fogunk beszélgetni, és elmondjuk azt is, hogy a Margarita otthon lakói milyen ruhákat vartak a saját fáiknak, no nem farsang alkalmából, hanem azért, hogy megóvják őket a hideg téltől.
Ha lemaradtak a híreinkről, akkor keressék a hírportálunkat a címhíres.hu, vagy nézzék meg a hírös híreket a Kecskeméti TV megújult honlapján, illetve megnézhetik a hírös hírek ismétlését a szokásos időpontban 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 30 perckor. És közeleg a hétvége, vagyis már hétvége van, így lesz heti hírösszefoglaló is. Hét című műsorunkat szombaton és vasárnap 19 óra 30 perckor, illetve hétfőn reggel 7 és 9 órától láthatják. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket, a szokott időpontban 19 órakor. Most kezdünk a kiemelővel, aki velünk tart, annak további szép estét, aki nem, annak pedig jó hétvégét kívánunk, viszontlátásra! Szombaton változóan erősen felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. Délelőtt időnként erős, délután élénk lesz a délnyugati szél. A napi hőmérséklet 3 és 14 fok között alakul. Vasárnap borult időnk lesz. Délkeleti irányból élénk széllökésekre számíthatunk. Csapadék csak este várható eső formájában. A délelőtti 6 fok után délután 15 fokig melegszik a levegő. Hétfőn délelőtt erősen felhős lesz az égbolt, délutánra felszakadozik a felhőzet. Hajnalban esőre, délután zápor esőre van kilátás. A nap második felében a déli szél időnként erős lesz. A legmelegebb órában akár 17 fokot is mérhetünk. Éve 1888. március 9-én alakult meg a kecskeméti Kodály Zoltán vegyeskar elődje, a kecskeméti polgári dalkör. A Hírösváros ipartársulatának támogatásával Ötvös Nagy Imre lapszerkesztő kezdeményezésére alapított dalárda célja a korabeli megfogalmazás szerint a dalművelés, hangversenyek, zeneestélyek, kirándulások szervezése, ezáltal a társas élet előmozdítása és adandó alkalmakkal jótékony célú rendezvények segítése lett. Az iparos céhek tagjaiból verbúválódott kórus Nemesszegi István, majd Szentgáli Gyula, illetve Kremán Sámuel karnagyok irányításával számos emlékezetes rendezvényen vett részt. Így például 1909. augusztusában a 18. országos dalárünnepen is nagy sikerrel énekeltek. A II. Világháború után nevük előbb kecskeméti polgári és munkás dalkörré változott, majd 1949. júliusában Kecskemét szülöttje személyes jóváhagyásával Kodály Zoltán nevét vették föl. A vegyeskarrá szerveződő zenei együttes azóta is sok-sok rangos eseményen szerepelt, többek között névadójuk 80. születésnapján a Kecskeméti Színházban is énekeltek. 2005 óta dr. Csorbainé Bakosi Zsuzsanna vezetésével igyekeznek betölteni Kodály Zoltán gondolatát, a zene szebbé teszi az életet, az éneklő másokét is.
Jó estét kívánok, ahogy ígértem, folytatjuk a Hírórát a Kiemelő című magazinunkkal. Ma szólunk arról a konferenciáról, amelynek az volt a címe, hogy nőnek lenni jó, és ezt ma tartották Kecskeméten. Stúdió vendégünk lesz dr. Schmidt Gábor, a Bács-Kiskun megyei főügyészség sajtó szóvivője, akivel mi másról, mint a tegnapi főügyészséget érintő évértékelőről fogunk beszélni. És közeleg a tavasz, sőt a hétvégén már egészen tavaszi idő lesz, de mi megmutatjuk azt, hogy a Margarita otthon lakói hogyan óvták meg a fáikat. Érdemes lesz velünk tartani. Kezdünk! Inspiráció, értékteremtés, kapcsolatépítés. Ez a mottója a 7. alkalommal megrendezett Nőnek lenni jó konferenciának. A mai eseményen a generációk kerültek a középpontba, melyekről számos szakmai előadást hallhattak az érdeklődők a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara termében. Hozzuk meg a saját életünkről, a saját gyerekeink életéről, mi saját magunk a döntéseket. Erre szólította fel Híl Edina, a Google Magyarország volt vezetője az egybegyűlteket. A generációk kerültek a középpontba a 7. alkalommal megrendezett Nőnek lenni jó konferencián a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában, ahová idén már az ország minden tájáról érkeztek érdeklődők. 180-an voltak kíváncsiak a konferencia témáira. Olyan kérdések merültek fel a mai prezentációk során, mint hogy hová vezet a technológiai forradalom, milyen jövő vár gyermekeinkre, hogyan nevelhetünk boldog gyermekeket. Stábunk arra volt még kíváncsi, hogyan változott a gyermekek élete az elmúlt fél évszázadban. Rengeteg különbség van az 50-60 évvel ezelőtt és a mostani gyermekek között. A technológia jelenléte azt hiszem az egyik legfontosabb, tehát az, hogy ma már mindenki a technológia segítségével hozzáfér a játékokhoz, az információhoz, a tanuláshoz. Ma már tulajdonképpen, ha belegondolunk, a gyermekeink akár otthon egy mobiltelefonnal is megtanulhatnák azokat a dolgokat, amiket az iskolában megtanítanak neki, vagy 60 évvel megtanítottak neki. Tehát azt hiszem, hogy az információ áramlása az az egyik nagyon fontos dolog, illetve az, hogy a mai gyerekeknek már ráhatása van a világra. Mint láthatjuk, a gyermekek kiemelt szerepet kaptak a mai napon. Az előadásokon kívül kiállítás keretében is megelevenítették a generációk kapcsolatait. Nehéz, de sikerül valahogy mindig egy olyan pillanatot elkapnom, úgy érzem, amivel ki tudom mutatni egy kismamának a gyönyörű kis, a nőnek a kismamával alakulását, vagy az őszölt babának azt a párnapos kis édes kicsikebb összekucolódott magzatpúzát, amivel vissza lehet adni. Igen, úgy érzem. Három kecskeméti női fotográfus, név szerint Csákhajas Bori, Jéger Zsuzsi, valamint Petróci Réka alkotásait láthatták az érdeklődők. Nagyon sok hölgyet hoztam. Hoztam 20-ast, 30-ast, 40-est és 50-es korosztályból is. Egészen közeléket, az arcukat szeretném megmutatni, a szemükbe érdemes nézni. Hoztam egy fiatal hölgyet, egy lovas generációt. Nagyon szeretik a fiatalok a lovakat. Szeretem a családi képeket. Olyat is találtok, ahol anya és a gyermekével van, ölbefekve vagy puszilva. Ilyen igyekeztem meg itt pillanatokat hozni. Nevetést és sírást is ígértek a konferencia elején, hiszen kényesebb témákkal is készültek az előadók. 1918-ban adtak szavazati jogot önöknek. 1918. Pont 100 éve. Azóta viszont már olyannyira változtak jogaik, hogy a vezetésben is egyre több hölgyel találkozhatunk. Őket kapcsolja össze a konferencia, hogy bebizonyítsák, nőnek lenni igenis nagyon jó. Én 2014-ben döntöttem el, hogy egy kicsit többet szeretnék tenni a nőkért, a nők egyenlőségéért, a nők felemelkedéséért. És azt gondolom, hogy ennek a felemelkedésnek igazából először egy kicsit mi magunk vagyunk a gátjai, amikor konkurenciát látunk egymásban. És ennek a konferenciának éppen az a lényege, hogy segítsük, támogassuk egymást. Ez egy vállalkozó női vezetői konferencia. A rendezvény hangulatát és szellemiségét tökéletesen jellemzi a kezdeményezés mottója, vagyis az inspiráció, értékteremtés, kapcsolatépítés. Olyan példákat, életstratégiákat mutatnak be az eseményen, amelyek segíthetnek a nőknek a karrier, a családi és magánélet kiteljesítésében. A belépőjegyekből származó bevétellel az Élethinta Alapítványt, az Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítványt, illetve Lizikét, a 16 hónapos daganatos kecskeméti kislányt is segítik.
Évérték előtt tartott a Bács-Kiskun megyei főügyészség csütörtökön. Az eseményen részt vett dr. Polt Péter legfőbb ügyész, aki elismerően szólt a Bács megyében zajló ügyészségi munkáról. Vendégünk dr. Schmidt Gábor, a Bács-Kiskun megyei főügyészség sajtószóvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóvivő úr, a tegnapi eseménynek talán az egyik legérdekesebb és a laikus ember számára is a legsokat mondóbb üzenete az az volt, ami a megyei főügyész nyilatkozatából hangzott el, hogy Bács-Kiskun megyében csökken a bűncselekmények száma, csökken a bűn elkövetők száma, és ezáltal az ügyészségnek a munkája is sokkal hatékonyabb. Minek köszönhető ez a tendencia? Hát ez a tendencia álláspontom szerint egy sok éves munkának köszönhető. Szükséges egy hatékony és időszerű hatósági fellépés a bűnügyekben, mind a nyomozóhatóság részéről, mind az ügyészség részéről, és ennek a munkának köszönhető véleményem szerint az, hogy csökken a bűncselekmények száma, a bűnelkövetők száma, de ugyanakkor figyelembe kell venni a pozitív társadalmi folyamatokat is, amik térségünkben, illetőleg az országban lejátszódnak. Ezen kívül nyilvánvalóan a büntetések szigorításának és annak is, hogyha egy bűnelkövető viszonylag rövid időn belül, ha a bűnössége bebizonyosodik, megkapja a bűncselekményért járó büntetést, ennek visszatartó ereje van. Tehát önmagában az az üzenet, hogy nem húzzuk évekig a tárgyalásokat, hanem minél gyorsabban, minél rövid idő alatt gyakorlatilag az ítélet megszületik, ennek már van egy elrettentő ereje. Így van, ez egy jogalkotói és jogalkalmazói szándék is. Ha jól tudom, és öntől tudom, ez egy Bács-Kiskun megyei, nem is tudom, hogy fogalmazott sajátosság, hogy próbálkozik az ügyészség a lehető legtöbb tárgyalást, vagy minél több tárgyalást, nem tudom, hogy jól fogalmazok-e, tárgyalás nélkül lebonyolítani. Ezt hogyan kell elképzelni? Igen, Bács-Kiskun megyében valóban már úgymond tradíciója van annak, hogy az ügyészség az arra alkalmas bűnügyeket úgynevezett elterelésre viszi. Ez azt jelenti, hogy minél kevesebb ügyben kerüljön sor a hagyományos vádemelésre és a hagyományos, olykor elhúzódó bírósági eljárásra, hanem az arra alkalmas ügyekben például az ügyészség tárgyalás mellőzésével emel vádat, ilyen esetben a bíróság lényegében a iratok alapján dönt, illetőleg nagy hangsúlyt fektet az ügyészség arra is, hogy az arra alkalmas ügyekben pedig gyorsított eljárást, úgynevezett bíróság elé állítást alkalmaz. Tehát ez jelenti azt, hogy ugye hangoztott, hogy arra alkalmas ügyeknél, tehát ahol szinte egyértelmű vagy egyértelmű az elkövetőnek a bűnössége, vagy a nem bűnössége, tehát az ilyen esetekben kikerülik a tárgyalási eljárást, és ezáltal is egy gyorsabb ítélethozatal születik? Itt lényegében igen, vannak törvényi feltételek, ami esetén ez alkalmazható. Ha most a gyorsított eljárást nézzük, ott az szükséges, hogy az elkövető a bűncselekményt beismerje, vagy tetten érjék a bűncselekmény elkövetésén, a bizonyítékok rendelkezésre álljanak, az ügy megítélése egyszerű legyen, és ilyen esetben az ügyészség a gyanúsítottak kihallgatástól számított 30 napon belül bíróság elé állíthatja az elkövetőt, ami azt jelenti, hogy viszonylag gyorsan, tehát a gyanúsítottá válástól számított egy hónapon belül sor kerül a vádemelésre, gyors bírósági tárgyalásra és akár az ítélethozatalra is. Ugye én most rögtön gyakorlatilag a közepébe vágtam a dolgoknak, hiszen ugye tegnap volt egy évértékelőjük. Gondolom ezekről is szó volt, de ugye amit talán a tegnapi eseménynek egy fontos momentuma volt, hogy a legfőbb ügyész is, ugye Polt Péter is itt volt. Hogy néz ki egy ilyen évértékelő? Mik voltak a főbb sarokpontok, amit prezentáltak ugye a főügyésznek is? Hát azt tudni kell, hogy ezeknek az ügyészségi évértékelőknek, ha jól emlékszem, talán már két évtizedes hagyománya van Bács-Kiskun megyében. És az évértékelő értekezlet az lényegében egy összügyészi értekezlet a megyében, ahol a megye összes ügyésze, aki nincsen akadályoztatva, összegyűlik Kecskeméten, és általában ezek az összügyészi értekezletek, évértékelő értekezletek mindig egy úgynevezett általános bemutatóval kezdődnek, amikor a főügyész úr bemutatja az elmúlt évnek a működését, tehát a személyi helyzetet, személyügyi helyzetet, tárgyi feltételeket, tehát egy ilyen általános bevezetővel, majd utána, mivel hogy az ügyészség két nagy szakterületen működik, következik a büntetőjogi szakterületnek a bemutatása, ezután következik az úgynevezett közérdekvédelmi és magánjogi szakterületnek a bemutatása, és végül pedig általában a
évértékelő értekezleteinket mindig a legfőbb ügyészségnek egy prominens képviselő is meg szokta tisztelni a jelenlétével. Ez tegnap dr. Pót Péter legfőbb ügyész úr részvételével zajlott, és az egész értekezlet pedig úgymond a legfőbb ügyészség képviselőjének a felszólalásával zárul. Milyen értékelést adott a legfőbb ügyész úr? A legfőbb ügyész úr elégedettségét fejezte ki alapvetően a Bács-Kiskun megyei ügyészi szervek munkájával kapcsolatban. Úgy fogalmazott, hogy magas szakmai színvonalú munka folyik a megye ügyészségein, és elismerését fejezte ki ezzel kapcsolatban. Ugye ezt a magas szakmai színvonalat szolgálja többek között az a számos konferencia, és nem csak belföldi, hanem nemzetközi konferencia is, amelyen önök és a munkatársaik részt vesznek. Mik azok az új szempontok, amelyeket egy ilyen konferencián egyrészt megosztanak, illetve milyen dolgokra kell felkészülni most az ügyészségnek 2018-ban? Hát a tavalyi év konferenciái, amin hazánkban, illetőleg nemzetközi viszonylatban a Bács-Kiskun megyei főügyészség ügyészei részt vettek, ezek nagy részt az illegális migrációhoz, ezen belül is az embercsempészéshez kapcsolódtak, utalva itt a 71 migráns halálával járó Pandorfi ügyre is. Illetőleg hát megyénkben elég hatékony a NAV nyomozása a költségvetést károsító bűncselekmények tekintetében, és ezért ezzel is ilyen jellegű konferenciákon is részt vettek az ügyészeink. Itt nagyon fontos egyrészt megosztani ezeken a konferenciákon, természetesen a konkrét nyomozási érdek veszélyeztetése nélkül a saját tapasztalatainkat, a jogalkalmazói tapasztalatainkat, megfogalmazni esetleg javaslatokat a jövőre nézve, és természetesen nemzetközi viszonylatban nagyon hasznos meghallgatni a külföldi kollégák vonatkozó gyakorlatát, ugyanis ebből is rendkívül sokat lehet tanulni, illetőleg személyes ismeretségeket lehet kötni, ami felgyorsítja és hatékonyabbá teszi a nemzetközi együttműködést az ilyen ügyekben. És a másik kérdésére kitérve az, hogy milyen új kihívások állnak például az ügyészség előtt ebben az évben, utalni szeretnék arra, amit legfőbb ügyész úr is említett, hogy egy új büntetőeljárási törvény fog idén hatályba lépni 2018. július 1-én, tehát egy kompletten új kódex, és az erre való felkészülés egy komoly feladatokat jelent, nem csak az ügyészségnek, de a nyomozóhatóságnak, bíróságnak, illetőleg a ügyvédi karnak is, és ez az új törvény egyfajta szemléletváltást is igényel az eljárás résztvevői részéről. Illetve gondolom megjelentek olyan bűncselekmények is, amelyek eddig nem voltak elterjedve, gazdasági, illetve az interneten terjedő, a közember számára látens bűncselekmények. Így van, egyre nagyobb arányban találkozunk az informatikai rendszerek jogellenes felhasználásával elkövetett bűncselekményekkel. Ezek akár külföldi tartózkodást követő adathalászattal összefüggő cselekmények, tehát a modern technika fejlődése új bűncselekménytípusokat is szül, és ezeknek az új kihívásoknak természetesen az ügyészi karnak is meg kell felelnie, ez is a jövő kihívása az ügyészség előtt. Szóvivő úr, lejárt az időnk, és ha már említette, akkor nem szeretnék túllépni rajta, tényleg röviden. Említette a Pandorfi pert, ami talán a Bács-Kiskun megyei eseteknél, vagy az ítélkezésben is egy csúcspernek tekinthető. Nagyjából pontosan egy évvel ezelőtt indult ez a per, akkor is ugye itt voltak a kiemelő első műsorában, és egyeztettünk is, vagy beszéltünk is arról, hogy komoly kihívások elé néz mind a bíróság, mind az ügyészség, hiszen itt egy komoly média érdeklődés is lesz. Hogy állnak most lassan egy évvel a per kezdete után? Természetesen nem tisztem elvenni a bírósági szóvő kollégának az a kenyerét ebben az ügyben, ugyanis most már itt egy folyamatban lévő bírósági tárgyalásról van szó, de azért röviden annyit elmondhatok, hogy tavaly májusban került sor ebben a kiemelkedő jelentőségi ügyben a vádemelésre. Azóta is a bíróság már június vége felé elkezdte a bírósági tárgyalásokat, amik azóta is folyamatban vannak. Ezen a Bács-Kiskun megyei főügyészség képviseli a vádat, egész konkrétan például ma is tárgyalási nap volt az ügyben, és reményeink szerint elképzelhető az is, hogy már az ítélkezési szünet előtt akár elsőfokú döntés is születhet az ügyben. Tehát itt is érezhető az ügyészségnek, illetve a bíróságnak a gyors munkája, amivel gyakorlatilag ezt a beszélgetést kezdtük. Mindent megteszünk, ami hatalmunkban áll. Dr. Schmidt Gábor sajtószóvívőnek köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen én is. Mi pedig folytatjuk a kiemelőt.
Ezen a télen sem fáztak meg a kecskeméti Margaréta otthon fái. Az intézmény idősei ugyanis olyan ruhákat készítettek, amelyek segítik a lombosokat a hideg átvészelésében. Nem csak mi emberek, hanem a növények is megfagyhatnak a téli mínuszokban. Horgolt és kötött pulóvereket, szoknyákat, sálakat, illetve nadrágokat kaptak a kecskeméti Margaréta otthon fái. Az öltözet jól jött, hiszen volt olyan éjszaka, amikor mínusz 20 fok körüli hőmérsékletet kellett kiálljanak a lombosok. A ruházat elkészítésének ötlete Terike nénitől származik, aki az otthon egyik lakója, és nagyon szereti horgolással tölteni idejét. Már nagyon régen láttam a tévében, hogy egy kis faluba, az óvoda környékén, a főutcán, tehát kisfalú volt, ugye a főutcán is a nagy. A szülők, valószínűnek tartom, azok ilyen színes kötéseket csináltak, és azzal fölöltöztették a fákat, hogy a gyerekeknek, mikor mennek az óvodába, hogy akkor milyen kellemes látvány. És akkor nálunk is voltak használt fonalak is, meg a dirib darab fonalak, amiből már nem sok valamit lehet csinálni. És ajánlottam az Irenkének, a mentálosunknak, hogy a foglalkoztatásnál, hogy már kifogytunk az ötletekből, hogy milyen kézi munkákat csináljunk, használjuk fel és díszítsük fel a fákat. Terike néni tehát horgolt, Eszti néni pedig kötött. Hogy mennyi ideig készültek a ruhácskák, azt nem számolták, de ahogy idejük engedte, ezzel foglalkoztak. Eszti néni elmondta nekünk, hogy addig-addig készítette a melegítőket, hogy még a keze is megfájdult, de szívesen kötögetett, hiszen tudta, a végeredmény csodálatos lesz. Az idei volt egyébként a harmadik tél, hogy felöltöztették a fákat. Tavasszal meg le vannak szedve, és akkor megszáradva, el van téve ládába, és össze, mikor jön a hideg, akkor újra ki van kötözve. De már most elég rosszak, úgyhogy már azt hiszem a következő évben már nem bírják kirakni, mert már rosszak. Na de se baj, mert kedvés idő van elég. Esztike és Terike néni megígérte, hogy jövőre új, finom, puha öltözékbe borítják szeretett fáikat, amelyek meghálálják a törődést, hiszen nyáron hatalmas lombkoronát növesztenek, melyek árnyékában hűsölhetnek az idősek. A hölgyek egyébként mindig készítenek valamilyen dekorációt, amivel otthonosabbá teszik az intézményt. Miközben megalkotják például az angyalkákat, a nyuszikat vagy a piros tojásokat, barátságok is szövődnek. Kézműves foglalkozásokon, ugye az alapellátás klubjaival együtt, a miénk is részt vesztek minden foglalkozáson, ugyanúgy a klubtagok eljárnak hozzánk, és tényleg számtalan mindent készítenek, szebbnél szebb gyönyörűségeket. És ez így nagyon jó. Nem csak az, hogy a kapcsolatok föntartjuk, hanem ők is azért sok mindent tanultak, amit még nem tudnak, és fordítva. Eszti nénitől egy titkot is megtudtunk. Bizony van olyan ruhadarab, ahol muszáj volt csalni, mert az összekötő madzag elfogyott, így vannak fák, amiket nem teljesen érnek körbe az anyagok. Mint mondta, hátul nem szabad megnézni. Következő percekben puha évi műsora következik, a kávészünetet láthatják. Peti, nem tűnsz túl kipihentnek, ne haragudj, hogy így kezdem, de beszéltük, hogy keveset aludtál egy picit, hogyha elmondanád, mi ennek az oka. Tegnap volt a M4 Sport évsportolója gálája, és hát egy kicsit későn értünk haza. Nem azért, mert buli volt és dajdajoztunk, hanem kicsit elhúzódott a műsor után. Nagyon sok ismerőssel találkoztam, és voltak olyan emberek, akik számomra nagyon fontosak, híres sportolók, és csak itt van lehetőség velük találkozni, úgyhogy nekem már megérte, hogy ismét láthattam őket. Ugye a Nemzeti Színházban volt ez a tegnap ez a gála, és hát ilyen hajnali 2 körül értünk haza, úgyhogy a reggeli edzést azt most ebből kifolyólag kihagytam, de innen egyenesen az uszodába megyek majd. Mert hogy egyébként a reggeli edzés az mit akar nálad, mikor kezdődik, hogy néz ki egy napod, mesélj nekünk erről egy kicsit. Hát hétfőtől péntekig úszás van minden reggel. 5-20-kor kelek, és 6-kor már az uszodában vagyok, nyitásra. Olyan 4:30-től 7 óráig reggeli torna van. Így a Bács Fiszkávi SC úszóival úszok.
és Bálint Zoltán az én edzőm, és sokszor nem hiszik el, hogy én hány éves vagyok. Én így konzerválom magamat, hogy gyerekekkel együtt készülök és edzek nap, mint nap. Hát van olyan gyerek, akinek a szülei, vagy valamelyik szülője évfolyamtársam volt, vagy éppen egy iskolában jártunk, úgyhogy tényleg engem ez tart fiatalon, hogy a gyerekekkel edzhetek. Elmondhatjuk, hány éves vagy? Idén töltöm a 37-et. És tulajdonképpen az úszáson kívül úgy néz ki még, hogy heti 3-4 futóedzésem van. Ezt a Lánchíd utcai iskolának a pályáján csináljuk minden héten, kedden, szerdán, csütörtökön, illetve hétvégén van egy hosszabb futás. Itt Németh Gyula az edzőm, a Karcz-Kesi futóedzője. Ő Szekszárdról érkezett, és a magyar atlétikából egy etalonnak számít. És most már ez a harmadik vagy negyedik éve, hogy együtt dolgozunk. És a kecskeméti első sorbringásaival pedig tudom végezni a kerékpáros edzéseimet. Ugye itt Kecskeméten szervezett keretek között nincsen működő triatlon klub, viszont engem ide köt a családom, a magánéletem, és hát ebből kifolyólag én úgy próbáltam az elmúlt években alakítani a sorsomat, hogy meg tudjam oldani az edzés feltételeimet. És hát ez maximálisan sikerült, úgyhogy így néz ki az én hetem. Az átlagban egy olyan 20-22 óra edzés jelent egy héten, emellett vannak a három sporták között, vagy körül van még TRX, amit szoktam így hébe-hóba ilyenkor téli időszakban, illetve ami az elmúlt 3-4 évben egyre rendszeresebb, az a jóga, amit szoktam csinálni. Gyakorlatilag abban elfáradtam, hogy azt elmondtad, hogy miket csinálsz. Tehát hihetetlen energia van benned, más egy évben nem sportol ennyit, mint te egy héten. Amikor te elkezdtél sportolni, akkor gondolom, hogy a szüleid ebbe abszolút támogattak téged. Honnan jött az, hogy neked mindenáron ezzel kell foglalkozzál? Ez volt a jó, hogy nem volt ez a nyomás, hogy mindenáron ezt kell csinálni. Szüleim soha nem volt az, hogy neked ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, vagy nem mondták meg, hogy neked ebbe az iskolába kell járni, vagy ilyen diplomát kell szerezni, vagy milyen szabad kezet kaptam mindenben. Úgyhogy igazából nekem a pályafutásom eleve, én úszóként kezdtem annak idején, és én gyógyúszásként, gyógytornász javaslatára kezdtem el úszni. És amikor megtanultam úszni, a Rogicsné, Erika néni tanított meg engem itt úszni, még a régi úszodába. És hát tulajdonképpen az onnan indult az én pályafutásom, hogy 11-12 éves koromban volt itt a gyereknapi úszóverseny a Kecskeméti úszodában, és háromból lettem harmadik. Mm-hmm. És akkor már nyertem egy bronzérmet. Hát 11 éves voltam, igen, mert 92-ből van az érem. És hát onnantól kezdve nem volt megállás. Úgy kezdted a válaszod, hogy az első részében, hogy volt egy olyan verseny, amin te elindultál, és háromból harmadik lettél, és hogy ez akkor is egy mekkora löketet adott, mert hát azért csak kaptál egy bronzérmet, meg maga az, hogy részt vettél a versenyen, ezt a mai napig így éled meg? Vagy a mai napig ez sugárzott kifelé, hogy gyakorlatilag ugye ennek az volt a lényeg, hogy a részvétel a fontos, hiszen háromból valakinek harmadiknak is kell lennie. Most ugye tegnap esti gálán harmadszorra jelöltek téged az év sportolója díjra, és végül megint nem te hoztad el. Ami azt gondolom, hogy nyilván semmit nem veszel a sikereidből, semmit nem veszel abból, hogy te milyen ember vagy, hogy milyen sportember vagy, hogy milyen sikereket értél el. De azért mondd el nekem, hogy ilyenkor milyen érzések vannak benned. Még továbbra is ott van az a 11 éves kisfiú, aki azt gondolja, hogy azért, ha ott van, már az is óriási eredmény, vagy azért most volt benned valami csalódottság, ha szabad így fogalmazni. Igazából a tegnapi eredmény azt gondolom, hogy az elmúlt egy évnek szólt, és nem az elmúlt 10 évnek, mondjuk, hogy ki mit rakott le az asztalra az elmúlt 10 év alatt. Én azt mondtam a gála előtt, hogy ha esetleg netán, tehát én kapom meg ezt a díjat, akkor valószínűleg ezt egy életműdíjnak fogható fel.
Nagyon nehéz almát almával összehasonlítani, hiszen ugye itt több fogyatékos sportszövetség delegál sportolót, vagy jelöl sportolót, ugye szervátültetettek, látássérültek, Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, Paralimpiai Bizottság. Tehát tényleg nagyon nehéz összerakni még azt a 10 embert is, aki bekerül ebbe a szavazási lehetőségbe, és a közül még azt a 3-at is még nehezebb. Én abszolút örülök már annak is, hogy ott lehettem a gálán, mint az előbb említettem, tényleg számomra fontos emberekkel találkozhatok, és azt gondolom, hogy tegnap tényleg egy nagyon perfekt minőségi gálán vehettünk részt, és én azt gondolom, hogy a tévénézők is otthon meg lehettek elégedve, tényleg nagyon színvonalas, igényes műsor volt. És én igazából, nekem, hogy is mondjam, korai lenne még azt mondani, hogy minden nap ajándék, de én az én pályafutásomat Rióig terveztem. Viszont a Jóisten adott olyan lehetőséget, hogy még tudjam folytatni, és na, még esetleg lehet, hogy még ez a Tokió is beleférhet a dologba. És nekem az, hogy eljutok ilyen helyekre, sportgálára, meghívnak díjkiosztókra, és kapok díjakat, és a sajtó még inkább nyitott lesz erre, és hívnak jobbra-balra, vagy tartsak előadást éppen gyerekeknek, vagy felnőtteknek, vagy tök mindegy. Azt gondolom, hogy összességében ez már csak egy bónusz track nekem. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nekem már az élsportban a B oldal forog, azért még van még jó pár szám, ami nekem szól. Viszont most megint visszakanyarodnék oda, amit megint te mondtál ki az előző válaszodban, hogy almát almával nem lehet összehasonlítani. Én beszélgettem már veled korábban, és tudom, hogy pont ezért tudom, hogy nagyon nyíltan beszélsz erről, hogyha mondjuk elmegy melletted egy egészséges kisgyerekes pár, akkor én emlékszem, hogy egyszer mesélted nekem, hogy van olyan, hogy valaki megkérdezi, nyilván a kisgyerek az édesanyjától, hogy anya, apa, miért olyan a bácsinak a keze? És ők pedig elfordulnak, zavarba jönnek. Igen, sokszor van az, hogy gyerekek az utcán, apa, nézd, a bácsinak hiányzik a keze, és jó, kisfiam, nem szabad, nem néz oda, meg nem kell megkérdezni, meg stb. És akkor én szoktam oda menni, de tessék, nyugodtan, meg kell kérdezni, mondd el, kisfiam, mire vagy kíváncsi, elmondom. Volt olyan, hogy megmutattam, hogy kötöm be a cipőfűzőmet, tehát én nagyon sok mindent meg azt szoktam mondani, hogy ami kettőnk között ez a különbség, ez a, tudom én, 28 cm körülbelül, és én mindent ugyanúgy meg tudok csinálni. Azt, amit ők két kézzel tanult meg, én azt másfél kézzel oldom meg, hiszen én így születtem, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy így születtem, hiszen így mindent így tanultam meg csinálni. Sőt, kicsit nagyképűen fog hangzani, de én úgy érzem, hogy ezáltal én egy kicsit ilyen, hogy is fogalmazom, kiváltságosnak érzem magam, vagy kiválasztottnak. Mert hogy lehet, hogy azért teremtett így a Jóisten, mert hogy lehet, hogy az én életutam által másoknak a szemét fel tudom nyitni, hogy igenis, már pedig így is meg lehet csinálni dolgokat. Ha ő meg tudja csinálni másfél kézzel, akkor nehogy már én ne tudjam megcsinálni. Ha ő el tud érni sikereket, akkor én nehogy már ne tudjak elérni sikereket. Nem feltétlenül kell sportban kimagaslót teljesíteni. Nekem van egy gyerekkori barátom, hogy Barabás Lőrinc, aki ugyanígy hiányzik a kezem, mint nekem, csak neki a jobb. Ő például a zenében találta meg a saját világát. Én merem állítani, hogy világhíró jazztrombitás lett, tehát mindannyiunknak megvan a maga keresztje és a maga útja, és valaki később, valaki hamarabb találja meg. Nekem ez a sport, tehát nekem a sport segített abban, amellett, hogy nyilván a szüleim úgy neveltek, mint hogyha mi sem történt volna. A sport segített abban, hogy el tudjam fogadni ezt az állapotot, és kvázi az én hátrányomból előnyt tudjak kovácsolni. Azt mondtad, hogy a sportban neked már a B-oldal forog, bár azért ez egy ilyen enyhe túlzás szerintem, de ennek te vagy a szakértője, ezt rád bízom. De mi van, hogyha a B-oldal
lejárt, tehát hogyha azt mondod, hogy te abba hagyod az élsportot, mit szeretnél csinálni? Mondjuk, hogy képzeled el Boronkai Petit 10-20 év múlva? Remélem, hogy nem hatalmas pocakkal is az úszoda szélén ordibálva a gyerekeknek. De egyébként ez volna a célom, hogy azt a fajta tapasztalatot és tudást és élményt, amit én összegyűjtöttem, megtapasztaltam, összegerebjéztem az életem során, azt így átadjam. Ugye csináltam, dolgoztam sokfajta területen. Én szívesen dolgoznék gyerekekkel, akár edzősködés, akár csinálni egy triatlon klubot itt Kecskeméten, ahol tényleg utánpótlás nevelésről is, meg felnőtt amatőr sportbázisról is szólna a történet. De nagyon szívesen visszamennék az egykori munkahelyemre is, tehát már voltak kisebb-nagyobb megkeresések, de még visszajelzések gyerekektől, volt kollégáktól, hogy nem akarsz visszajelni, ugye Juhar utcai speciális iskolában voltam testnevelő, aztán ugyanott a gyerekotthonban, állami gondozott gyerekekkel foglalkoztam. Nekem ez a tesi tanárkodás ott, ez nekem nagyon tetszett, ez az én világom volt. Tényleg nagyon élveztem, olyan gyerekeket sikerült megmozgatnom ott akkor, akikről már lemondtak, és ez egy óriási élmény volt, sikerélmény volt. Igen, és ezt nagyon szuperül át is adtad, mert én hallottam egy kisiskolás csoportnak tartott előadásodat, és tényleg szájtátva figyeltek a gyerekek. Hogyha egyébként valaki szeretne téged invitálni egy ilyen előadásra, akkor azt gondolom nagyon egyszerűen megteheti, és ezt szerintem minden iskola szívesen is veszi, hogyha egy-egy órára elmész, meglátogatod a gyerekeket, és ezeket a sikerélményeket úgy adod át nekik, hogy ők is vágyjanak erre a sikerre, és igenis szeressenek sportolni, mozogni, és küzdjenek, és kitartsanak amellett, amit szeretnének. Így van, hát ugye itt a Nők a Nemzet Jövőjére Egyesület, az Esélyház a Kristály téren, ugye. Én velük szoktam járni itt a bácsmegyei kisebb-nagyobb településekbe, falvakba, iskolákba, ahova tényleg nem jutnak el az emberekhez olyan sportsikerek, aminek kellene, hogy eljussanak, hogy a gyerekek előtt példák legyenek, és ne a mai celeb világban lévő himjómi emberkék legyenek a példaképek, hanem igenis sikeres emberek, akár a sport területén, akár más területen, és megmutassák azt, hogy így is lehet csinálni, akár sérültként teljes életet élni, és én ezeknek szívesen teszek eleget. Most már azt hiszem 3 vagy 4 éve dolgozom együtt az egyesülettel. Ezen kívül van egy bajnokkutya alapítvány, akikkel szintén iskolákba járunk, és hát most néztem utána, eddig közel 4000 gyerekkel találkoztam, csak itt, de hogyha valaki megkérdezte, mi volt az elmúlt év legnagyobb sikere számomra, akkor azt gondolom, hogy a legnagyobb sikert én akkor értem el, amikor mondjuk az Erzsébet táborban találkozhattam 2000 halmozottan hátrányos helyzetű gyerekkel, akik tényleg aztán olyan élethelyzetekből jöttek, hogy azt sem tudják, hogy mi az, hogy élsport, és sok helyen még tévé sincs, meg még napi 3 kaja sincs. Tehát, hogy nekem óriási élmény volt, amikor ott voltam egy hatalmas sátorban, ott ült 1000 gyerek, és 1000 gyereknek tartottam előadást, hogy már pedig így is lehet teljes életet élni, hogyan lehet bölcsőtől Rióig eljutni. Hát ez nagyon szuper volt. Hát én még nagyon sok sikert kívánok neked ezen a bizonyos B oldalon, ahol most tartasz az élsportba, és még nagyon sok ilyen történetet, ami például ebbe a táborba is ért téged, rengeteg pozitívumot kívánunk neked, és köszönjük szépen, hogy ilyen szuperül képviseled mindig a várost. Most már, hogy jeges kávé lett, a kávédból hagyom, hogy megidd, és köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem. Én köszönöm a meghívást.
A hírórában, mint mindig, most is összefoglaljuk a mai híres hírek legfontosabb témáit egy percben. Következik az Esti Gyors. Kecskemét két országgyűlési egyéni választókerületében jelenleg összesen 10 számítanak hivatalosan jelöltnek. A választási bizottság adásunkkal egy időben ülésezik a továbbiakról. Árokba csapódott egy Szeged felé tartó BMW csütörtökön éjjel. A gépkocsit vezető szerb származású férfi kirepült az autóból, és a helyszínen az életét veszítette. Ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a kecskeméti repülőkórház fennállásának 65. évfordulójáról. Az eseményen jubileumi elismeréseket is átadtak. Sikeres 2017-es évet zártak városunk nyugdíjas klubjai. A Cédrusnet programnak és a képviselők városrészenkénti támogatásának köszönhetően az idei év is legalább annyira ígéretes, mint a tavaly. Kötetbe rendezték Radnóti Miklós levelezéseit. Bíró Balogh Tamás Különben magyar költő vagyok című könyvében majdnem 5000 levél található, amit 15 év alatt gyűjtött össze. A könyv első részét ma mutatták be Kecskeméten. Vasárnap mutatják be a Max és Moritz című darab premierjét a Ciroka Bábszínházban. Az elsősorban óvodások számára ajánlott darab két csintevőről szól, akik mindent elkövetnek, hogy perecet szerezzenek a péktől. Kedves nézőink, hírórával legközelebb hétfőn várjuk Önöket este 7-től 8 óráig, ahogy mindig a híradóban először elmondjuk a legfontosabb eseményeket, azt követően pedig itt a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap, így a jövő héten is. Én megköszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, jó hétvégét, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!